A sport megszerettetése a gyerekek körében, ez a szakmai célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesületnek. A szervezet keresi arculatát, logó pályázatot hirdet, amelyre egyedi grafikákat várnak. A pályázatról kérdezem az egyesület elnökét, Baracsi Endrét. Jó estét kívánok, üdvözlöm a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnökét. Tehát van egy olyan egyesület, amely a diákokkal, a diák sporttal foglalkozik, és van egy küldetése. Hogyan fogalmazná meg, mi a küldetése ennek a szervezetnek? Valóban, ugye ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szabadidős és Diáksport Egyesület, amely a diáksport tanácsból alakult át, és lett egy valóban egy olyan jogi formát, kapott egy olyan jogi formát, amely azt hiszem, hogy aktívabban és sokkal hatékonyabban tudja majd azokat a célokat megvalósítani, illetve azokat a forrásokat is lehívni, amelyek a céljaink megvalósításához szükségesek. Ez az egyesületi forma ezt mindenképpen garantálja. És szeretnék természetesen azokat a célokat is megvalósítani Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amelyet a Magyar Diák Sport Szövetség célul tűzött ki, és ezeket megyei szintre vetítjük le, így az iskolai sport terén, az iskolai testnevelés terén, az iskolai szabadidő, tehát a tanórákon kívüli szabadidősport, illetve maga a diáksport mozgalom, a diákolimpiai mozgalom az, amely így nagyon zanzásítva a Diáksport Egyesület célját foglalja magában. Ez megyei szervezet, ezt hangsúlyozni kell, megyei szinten ez hiányt pótol tulajdonképpen ilyen formában? Igen, tehát ez mindenképpen, és maga, hogy működjön is az egész történet, hogy a Magyar Diáksport Szövetségnek az elvei és céljai megvalósuljanak, mindenképpen kell az, hogy megyénként működjenek, és korábban ugye megyei diáksport tanácsok működtek, de azok nem voltak olyan formában, tehát maga a jogi forma nem volt alkalmas már azoknak a céloknak a megvalósítására, amelyek most egyesületi formában sokkal hatékonyabban véghez vihetőek. A szervezet tudja-e támogatni például a versenysportágak utánpótlását is? Ha igen, akkor hogyan teheti meg? Igen, mindenképpen ez is lenne a cél, hogy ezeknek a sportágaknak az utánpótlása is meglegyen, és ez egy kettős dolog. Tehát egyrészt meg kell szerettetni a sportolást a gyerekekkel, másrészt meg kell ismertetni velük a versenyrendszereket is, és erre nagyon jó maga a diákolimpiai mozgalom, illetve a diáksportmozgalom, mert itt versenyrendszeren belül különböző korosztályonként, korcsoport sportonként lebonyolított versenyrendszereken belül mérhetik össze az erejüket egymással. A pedagógusok is egy versenyhelyzetben vannak, hiszen ők ugye mint felkészítők vesznek részt ebbe a történetbe. És ugye lehetőséget ad az, hogy megyei, illetve akár a megyében jó eredményt elérők országos szinten is olyan diákolimpiai eredményeket, olyan diákolimpiai versenyeken vegyenek részt, amelyen megismerhetik ennek a közegnek a hangulatát. És hát a teljesítmények pedig összemérhetők mindenféleképpen. A szervezet szeretne egy arculatot kialakítani, ahogyan mondtam, és egy pályázati felhívást tett közzé, mégpedig egy logó pályázatot. Hogyan indult ez a felhívás? Igen, mindenképpen szerettük volna azt, lehet, hogy ez egy picit ilyen hiúsági kérdés, hogy egy picit megkülönböztessük a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport Egyesületet a többi megyei egyesülettől, és szerettünk volna egy önálló arculatot. Nem is az, hogy önálló, mert az önálló arculata minden diáksport egyesületnek megvan, de egy egyedit szerettünk volna, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét egy picit kiemeli, egy picit közismertebbé teszi, és szerettük volna azt, hogyha ez az arculat majd a későbbiekben ugye megjelenjen mindenhol, és ezáltal egyrészt a gyerekek is sokkal jobban megismerjék azokat a rendezvényeket, vagy akár csak azokat a programokat, vagy megjelenéseket, ahol ez a logó majd szerepet kap, és ezáltal is tudják majd azonosítani, hogy igen, ez a Diáksport Egyesületnek a rendezvénye, és ezáltal is jobban kötődjenek majd magához a mozgalomhoz. De nem biztos, hogy hiúság ez, lehet ez ettől még hivatalosabb ez a szervezet, illetve lehet egy kicsit csalogató is a diákok számára. Egy kicsit idézőjelbe tettem ezt a hiúságot így virtuálisan, de valóban ez így van. Lesznek kritériumok ezzel a logóval kapcsolatosan, mit írnak elő? Igyekeztünk a lehető legszabadabb lehetőségeket biztosítani a pályázóknak, így nagyon kevés kritériumot szabtunk meg, tehát igazából se a színvilágban, se a megjelenésben nem akartunk gátakat szabni a fantáziának, úgyhogy bízunk benne, hogy ez is egy kicsit majd jobban felkelti majd a pályázók érdeklődését, és még kreatívabbak lesznek. Természetesen vannak olyan kötelező elemek, itt ugye a különböző formátumok, amelyek a pályázati felhívásban rögzítve vannak, illetve az, hogy hogyan kell beadni zárt borítékba, jeligével, stb. De ezeken kívül semmilyen olyan megkötés nem szerettünk volna, amely egy picit is korlátozza a pályázóknak majd a kreativitását. Kik fogják majd elbírálni a pályamunkákat? A pályamunkák elbírálására majd létrejön egy szakmai zsűri, amely egyrészt a Megyei Diáksport Egyesületnek a vezetőségéből áll majd, illetve lesz majd benne szakmai avatott
szakember is, aki magával a grafikával foglalkozó, és ez a grémium fog majd egy döntést hozni a pályázatokról. Díjakat is kapnak a helyezettek. Igen, igen, de nem szerettük volna azt, hogy díjazás nélkül történjen ez a felhívás, ezért természetesen a pályázati felhívásban rögzítve vannak nyeremények is, illetve díjazás. Az első helyezetnek 40 ezer forint, a második helyezetnek 30 ezer forint, és a harmadik helyezetnek 20 ezer forint lesz majd a jutalma. Ugye nemrég volt már egy hasonló pályázat, logó pályázat, a megyei értéktárnak a logóját alkotta meg egy grafikus szintén. Mi a tapasztalat, milyen az aktivitás az ilyen kreatív pályázatokon? Hát nagyon örültünk annak a pályázatnak, mert magunk se gondoltuk, de rengeteg pályamunka beérkezett, és úgymond nagyon meg is volt nehezítve a zsűrinek a dolga, mert nehéz volt kiválasztani a sok jó közül a legjobbat. Úgyhogy ebből kiindulva biztosak vagyunk abban, hogy ez a logó pályázatunk is sikeres lesz, és biztos vagyok benne, hogy nagyon kreatív és nagyon szép logótervek jönnek majd be hozzánk. Meddig lehet benyújtani a pályázatot, és mikor láthatjuk egyébként majd az eredményt? December 15-e a benyújtási határidő, illetve ez a postára adásnak a benyújtási határidő, de személyesen is be lehet hozni. Annak is december 15, és utána napokon belül dönteni fogunk, tehát még karácsony előtt meg fogjuk hozni a döntést, és természetesen arról hírt adunk. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm.